Az adventi programsorozat keretein belül kézműves termékek és házi finomságok várták településünk lakóit a már hagyománynak számító karácsonyi forgatagon december 11-én. Az eseménynek a Karácsony Sándor általános iskola udvara adott otthont, ahol az iskola tanulói osztályonként, illetve az óvoda és bölcsőde képviselői várták az érdeklődőket házi készítésű portékáikkal. Az esemény nagy múltra tekint vissza településünkön, melyről Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester beszélt televíziónknak. Sok évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a karácsonyra való ráhangolódás ne csak a családoknak, hanem a közösségünknek is legyen meg. És ezért találta ki akkor a közösségi ház, hogy legyen karácsonyi forgatag. Ez már úgymond hagyományosan létrejött. Ez nagyon jó dolog az osztályközösségeknek, hiszen mindig készülnek süteményekkel, sósüteményekkel, édesüteményekkel. A szülők nagyban segítik ezt a munkát, és ez egy kis zsebpénzgyűjtés kirándulásokra és egyéb alkalmakra. Másrésztről a civil szervezeteink is mindig várják ezt a lehetőséget, hiszen akkor megint el tudnak jönni, be tudnak vásárolni, találkoznak egymással az emberek, és tudnak beszélgetni. Én mindegyik osztályközösségtől szoktam vásárolni édes vagy sós süteményt, ezzel is támogatom őket, úgyhogy mindig készülök. A standokhoz érkezve számtalan sütemény, különlegesség és ajándéktárgy közül válogathattak az érdeklődők. A klasszikus karácsonyi süteményektől kezdve a frissen sült sós finomságokig mindenki megtalálta az ízlésének leginkább megfelelőt. Második A-osztály vagyunk, és nagyon-nagyon finom ízletes tésztákat sütöttek anyukák, egy kis édesség a gyerekeknek, kis furfangos, kis játékos ötlettel álltak elő az anyukák, és amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy tényleg nagyon sokan vagyunk itt, meg az osztályból is, tehát remélem, hogy jól sikerül a mai délutánunk. Remélem, hogy majd nyáron, ha Covid-helyzet engedi, akkor el tudunk menni kirándulni, és szeretnénk az úti költségbe pótolni majd ebből a kis árusításból, bejövő pénzből. Lecsángát sütünk itt a 7. és 3. A-osztály javoltából. Nem sok minden kell hozzá, egy kis krumpli kell lereszelni, fokhagyma, só, liszt, meg egy pici víz. Ezt összekeverjük, hagyjuk egy kicsit állni, aztán olajba vagy zsírba kisítjük. A szomszédságban forralt bort fognak készíteni, egy kis idő, nem soká kés lesz az is. Kézműves sajtokkal érkeztem ide. Ezek elsősorban tehéntejből készült sajtok. Vannak friss sajtok, félkemény sajt, illetve javarészt gyúrt sajtok. Most jelenleg paranyi szából van rengeteg. Ennek az elkészítése kb. Friss sajtok kb. 4 napot vesznek igénybe. Hát a fejéstől a soléből való kivételig. És aztán egyből lehet árulni őket.